A Bonyhádi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola diákjai időt és energiát nem kivélve vesznek részt az órákon és azokon a plusz felkészítéseken, amelyeken lehetőségük nyílik egy-egy megmérettetésre felkészülni. Egyre több verseny van. Például a zongoristák most az utóbbi egy hónapban öt versenyen vesznek részt. Az egyik versenyen 18 növendékünket vittük el, tehát az is már nagyon-nagyon sok és nagyon jó eredményekkel távoztunk. Azért fontos, mert az ember, hogyha négy fal között gyakorol, akkor nem tudja, hogy egy külső szem, külső fül, egy szakmai zsűri számára az milyen. A tanára tudja őt értékelni, az iskolában dolgozó tanárok is gyakorta értékelik a más növendékét, mert ugye ez a visszajelzés mindenki számára fontos, de egy külső szem, fül az mindig jó, és a versenyek azért is fontosak, mert sokat gyakorolunk, elkészülnek a zeneművek, de egy versenynél akkor még jobban tökéletesítik, és az utolsókig gyakorolnak a gyerekek, tényleg naponta bejártak gyakorolni. Ez a tanároknak is rengeteg plusz munkát jelent, a hétvégén is, a szabadnapjukat is ráadozták erre, plusz órákat tartottak a gyerekeknek hetente. Vannak hagyományos versenyek, ahova szeretünk elmenni, ugye most volt ez a Tolna megyei négykezes találkozó, azt még megyeinek mondják így hagyományosan, mert amikor ezt meghirdették, akkor még megye volt, ahol 18 fővel mentük. Tudtuk, hogy barátságosan fogadnak minket, jó a közeg, ismerjük a zsűrit, kedves, tehát azt tudjuk, hogy milyen zsűri van ott, és az is nagyon-nagyon fontos, de regionális szinten is megmérettetjük magunkat. Vannak kiemelt versenyek, Révlívja verseny ilyen volt tavaly novemberben a zongoristáknak, de most a Csupor László a fafúvósoknak, ez is egy nagyon-nagyon rangos, ez is regionális, de kettő olyan versenyt is említenék, az egyik a Zongoramesék online nemzetközi zongora verseny, ahol két gyerekünk indult, az egyik ezüstöt, a másik bronzot kapott, és jövő héten megyünk négykezes tanítványainkkal, Győri Eszter tanárnő és én visszük a gyerekeket Pestre. Itt még nem voltunk, a Zenevarázslat, ez is egy nemzetközi zongora verseny, négykezes zongora verseny, ez jövő csütörtökön lesz. Tehát így mindenféle versenyre viszik, sőt, még van egy újabb, kreatív fúvola verseny, ezt most hirdették meg először, legalábbis úgy tudom, itt nem csak zenélni kell, hanem rajzot készíteni, történetet kitalálni hozzá, tehát ez megint egy különleges verseny, és ez is országos. A versenyeken való részvétel soha nem kötelező. A diákok örömmel készülnek egy-egy megmérettetésre, ahol kívülállóktól kaphatnak visszajelzést. Van olyan gyerek, aki kapható rá, van, aki pedig nagyon nem erőltetünk semmit, de a legtöbben azért szerepelnek hangversenyeken, tanszaki hangversenyeken, növendékhangversenyeken, tehát iskolai koncerteken, de kiállítás megnyitókon, mindenhol van szereplési lehetőség. Hogyha valaki nagyon nem szeretne, akkor persze nem erőltetjük, de azért általában rá tudjuk őket venni, hiszen mutatjuk, hogy ez egy nagyon jó dolog, és nem kell tőle félni. Az intézmény készül egy nyílt héttel, ahova szeretettel várják majd az érdeklődőket. Bárki bejöhet, és az óráját meglátogathatja gyerekeknek, tehát igazából ott minden gyerek megmutathatja magát. De lesznek növendékhangversenyünk, jövő hétfőn 17-én lesz egy növendékhangversenyünk, 19-én egy saját rendezésű magánének, regionális magánének versenyünk lesz, ahova bárki bejöhet, úgyhogy szeretném is reklámozni, tehát jövő szerdán 19-én 3:40-kor lesz a bemutató, és ott ugye a középiskolás és a fiatal felnőtt korosztály fog énekelni, tehát ott a magánénekesek méretik meg magukat. Szekszárdra megyünk a Cinege Madár Népzenei versenyre, az is jövő csütörtökön lesz, illetve még ezt szeretném mondani, a tanárok is megmérettetik magukat, volt egy tanári koncertünk is március 28-án, nagyon jól sikerült, illetve jövő szombaton, 22-én Gyurko István trombita tanárunk a fúvós tanárok országos versenyére nevezett be, és oda megyünk, én fogom őt kísérni zongorán, úgyhogy nem csak a diákok szerepelnek és félnek, izgulnak, hanem a tanárok is. Az izgulás legapróbb jelesen mutatkozott azon a pároson, akik nemrégiben Tolnán zenéltek a szakavatott zsűrinek. Az intézményből 17 növendéket indítottak a 18. Tolna megyei négykezes találkozón, ahol mindannyian kiváló eredménnyel szerepeltek. A páros kiemelt aranyminősítést és nívódíjat kapott. Négykezes találkozón Tolnán, és hát szerintem nagyon jó volt a közös munka. Én nagyon élveztem, és remélem, hogy a közeljövőben is dolgozhatunk együtt Dórival, mert nagyon jó volt. Szerintem a fejlődésben nagyon fontos, meg ahhoz, hogy tudjunk fejlődni ilyen színpad
tehát hogy izgulás terén, hogy ne jöjjön ki rajtunk az izgulás, akkor ez nagyon jó, meg hát a készülődések is nagyon élvezetesek. Én mindig szerettem együtt játszani valakivel négykezest, mert nagyon izgalmas, hogy együtt is tudunk létrehozni valamit, és nem csak egyedül tudunk játszani szép darabokat, és Mátéval meg főleg nagyon jó játszani, mert ő nagyon jó a színpadon, és nagyon élvezetes vele játszani, mert jó barátok lettünk a felkészülés alatt. Heti 5-ször már benn voltunk a zeneiskolába, és gyakoroltunk jó sokat, és szerintem nagyon jók ezek a versenyek, mert nagyon sokat tudunk fejlődni, és többet gyakorlunk ezáltal, és akkor a színpadon mindig jobbak leszünk. Lilla a legutóbbi versenyén is méltóképp képviselte az iskolát társaival együtt, a fiatal tehetség első helyen végzett a zsűri értékelése alapján. Most már én szerintem 10 éve, hogy klarinétozok, 11 talán. Hát azért választottam, mert nővérem is azzal kezdte, és így otthon tőle ezt láttam, és így természetesen jött szerintem, hogy ezt választottam, és nem is bántam meg. Mi a Dél-Dunántúli fafúvós versenyen voltunk. 5 klarinétosok, abból 4 egy korcsoportban voltunk, és végül egy első, 2 második, 1 harmadik és 1 külön díjat hoztunk el. Ilyenkor általában majdnem minden nap itt vagyunk zongorás próbán a zeneiskolában. Hát így egy fél órás zongorás próba majdnem kell minden nap. Hát én így, hogy most félig Pestre is járok órára, most már nekem ez a másfél-két óra naponta így átlagos lett, úgyhogy nem éreztem nagyon, hogy sokkal többet gyakorolni, csak ugye a zongorás próba bejött még mellé.